Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Tragédia. Halálra gázolt egy férfit a H5-ös hív kedd délután. Asszertív kommunikáció. Lehosik Marianna tartott előadást a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban. Roadpol Truck and Bus. A nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik Magyarország egész területén. Halálra gázolt egy férfit a H5-ös hív Budakalászon kedd délután, közölte a Pest megyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI-vel. Szabóné Berki Bianka tájékoztatása szerint a férfit egy Budapest felől Szentendre felé közlekedő szerelvény gázolta el 3:45 után. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak. Lehosik Marianna pszichológus az asszertív kommunikációról tartott előadást október 5-én szerdán. Az eseménynek a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár adott otthont. Az asszertív kommunikáció a tiszta és hatékony önkifejezésnek, a másik ember meghallgatásának, az egymáshoz kapcsolódásnak, valamint az erőszakmentes együttműködésnek a művészete. Amellett, hogy hatékony kommunikáció, stratégia, szemléletmód is egyben. Az esetek többségében célra vezető módszer a konfliktuskezelésben és a problémák megoldásában. A célja az, hogy egy win-win helyzetet kialakítson, egy minden két fél számára nyerő helyzetet, vagy egy olyan helyzetet, amivel elégedett, és érdemes ezt tovább vinni, mert kinyitja egy kicsit a kommunikációs lehetőségeket és a megoldásokat. Ugye úgy kommunikálunk ezzel a technikával, hogy egyrészt el tudjuk mondani a saját érdekeinket, tehát tudjuk képviselni a saját érdekeinket, és úgy, hogy ezzel a másikat nem bántjuk meg, nem sértjük meg. Ugyanakkor odafigyelünk a másik érdekeire, és meghallgatjuk, ami ritkán szokott előfordulni egyébként, hát remélem, nem olyan ritkán fordul elő, de az esetek többségében ugye a saját érdekeinkre figyelünk, és azt próbáljuk a másiknak átadni, vagy akár érvényesíteni, de ez egy olyan technika, aminek a segítségével oda tudunk figyelni arra is, hogy a másik mit mond, meghallgatni, és közösen gondolkodva egy megoldást hozni. A pszichológus elmondta, hogy ez a fajta kommunikáció empátiát is igényel, vagyis a saját érzéseken kívül érdemes tekintettel lenni a másik fél mondandójára, érdekeire is. Ahogyan Lehosik Marianna fogalmazott, javasolt a beszélgető partner kommunikációja mögé nézni. Azáltal, amit mond, nem biztos, hogy abból le tudjuk szűrni, hogy mit is gondol ő valójában, de hogyha egy kicsit odafigyelünk rá, akkor a mögöttes tartalmat is észreveszünk az ő mondandójába, és ezzel azért egy sokkal konstruktívabb együttlétet tudunk létrehozni, vagy együttműködést tudunk létrehozni. Az asszertív kommunikáció elsajátítását nem lehet korosztályhoz kötni. Minél hamarabb el kell kezdeni így kommunikálni, kicsi gyerekekkel nyilván nem egy technikát tanítunk nekik, de hogyha így beszélünk vele, akkor meg fogja szokni ezt a közeget, meg fogja szokni ezt a kommunikációt, hogyha ez szerint próbálunk velük, akár a játékban, akár a hétköznapi beszélgetésben, hogyha ezt becsempészük, akkor egyszerűen magába szívja már kora gyermekkorban ezt a technikát. Én azt látom, hogy egyre inkább nyitnak az emberek felé, tehát egyre több ennek most már akár az irodalma is, akár több fórumon is elhangzik az asszertivitás, mint szemléletmód, mint gondolkodásmód. Tehát mindenképpen úgy érzem, hogy beszivárog ez a hétköznapi kommunikációba. Egy hátránya van, hogyha lehet ezt hátrányként felismerni, az, hogy ez egy időigényes technika. Tehát ehhez mindenképpen időre van szükség, hogy nyugodtan
leüljünk a másikkal esetleg, vagy meghallgassuk az ő mondandóját, tehát ehhez egy kicsivel több idő kell. És vannak olyan szituációk ugye a hétköznapokban, amikor nincs erre lehetőség, amikor nincs erre idő. Éppen ezért nem is lehet ezt a technikát minden helyzetre ráhúzni, és nem is kell, azt gondolom, mert van, amikor szükségtelen van, amikor egy olyan helyzet van, amikor irányítani kell a másikat, vagy határozottan kiadni utasításokat, ott nincs helye asszertív kommunikációnak, hogy a másik most mit gondol, vagy mit érez ezzel kapcsolatban. Nyilván ott egy, mondjuk egy vezető, aki utasításokat ad, aki képviseli a cég érdekét, az nem biztos, hogy minden alkalommal asszertívan fog kommunikálni a munkatársakkal, de talán nem is ez az elvárt forma. Tehát az a lényeg, hogy haladjonak a dolgok, az egy más szempont, hogy utána esetleg emberileg ezt hogy tudja kezelni ezeket a helyzeteket. Jó hatással lehet mind a környezetünk, mind pedig a magunk számára, ha ráérzünk arra, hogy mikor van helye az asszertív kommunikáció alkalmazásának. A pszichológus felvázolta, hogyan is képes hatékonyan működni a módszer. Hogyha mondjuk egy csoportban csak egy ember kommunikál mondjuk asszertív, tegyük fel ezt a kitalált helyzetet, hogy csak egy ember kommunikál asszertívan, akkor azt fogja észrevenni, ő is, meg a környezet is, hogy jól esik vele beszélgetni, keresik a társaságát, és utána abból lehet felismerni egyébként, hogy valaki asszertívan kommunikál, hogy én jól érzem magam vele, amikor én beszélgetek vele, mert érzem, hogy figyel rám, érzem, hogy érdeklődik, érzem, hogy megoldást keres, és valóban érdekli az, amit én mondok neki. És nagyon jó egy ilyen emberrel beszélgetni. És hogyha egy közösségben van egy ilyen ember, akkor észre fogja venni, hogy egyre többen keresik az ő társaságát, mert egyre jobb, egyre konstruktívabbak a beszélgetés, esetleg olyan ötleteket ad, vagy gondolatokat ébreszt, amit érdemes tovább gondolni, és érdemes továbbvinni. És én azt gondolom, hogy ez ragályos lehet, ez a fajta kommunikáció, tehát jó, hogyha elterjed, jó, hogyha észreveszi a környezet, hogy azért olyan jó ez a helyzet, mert ő így közelíti meg. És én azt gondolom, hogy tükrözzük egymásnak a viselkedését. Az asszertív kommunikáció óhatatlanul hatást gyakorol a beszélgetés résztvevőire. Ahogyan Lehosik Marianna fogalmazott, a példa ragadós. A rendőrség fokozott közúti ellenőrzést végez október 10-e és 16-a között Magyarország egész területén. Olvasható a polisz.hu-n. Ez alkalommal a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik, tette közzé a portál. A Roadpol Truck and Bus európai szintű ellenőrzés keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodási jogszerűségét vizsgálják, tájékoztat a rendőrség hivatalos weboldalán. Hozzáteszik, az ellenőrzés kiterjed az illegális migráció, az embercsempészés, a kábítószerrel, valamint lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére, megszakítására is. Görgei Artúrról és az aradi vértanúkról tartott előadást professzor dr. Herman Róbert október 7-én a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban. A múlt ismerete a jövő esélye című előadásban Görgei és a kivégzettek személyes kapcsolatát mutatta be a történész. A rendezvény az Országos Könyvtári Napok keretében valósult meg. 1849. október 6-án 13 magyar honvédtisztet végeztek ki Aradon a 48-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően. Annak idején az terjedt el a köztudatban, hogy Görgei Artúr honvédtábornok és hadügyminiszter saját életét mentve áldozta fel a vértanúkat. Dr. Herman Róbert görgei és az Aradon életüket vesztett tisztek kapcsolatáról tartott előadást Szentendrén múlt hét pénteken. A mai előadásban egy meglehetősen izgalmas témáról, vagy számomra izgalmas témáról fogok beszélni, ez Görgei Artúrnak, a szabadságharc fővezérének, illetve az aradi vértanúknak a kapcsolata. Tehát azt próbálom meg áttekinteni, hogy azzal a 16 emberrel, akit Aradon 1849
augusztusa, illetve 1850 februárja között kivégeztek, valamint a nem halálra ítélt, de a börtönben elhunyt Lenkei János tábornokkal Görgeinek milyen személyes kapcsolata volt. Ugye ez azért is érdekes, mert a köztudatban máig is van egy olyan megközelítés, hogy Görgei mintegy feláldozta ezeket az embereket a saját túlélése érdekében. Tehát az orradi vértanúk azok legalább annyira Görgei Artúr áldozatai, mint mondjuk Hajnóié, vagy Ferenc Józsefé, vagy Charles Emmerich osztrák miniszterelnöké. Holott ugye többségükkel kimondottan jó személyes, időnként barátságig elmenő kapcsolata volt, és hát ezt próbálom megnézni a korabeli források, visszaemlékezések naplók tükrében, hogy pontosan mit is lehet erről tudni. Dr. Herman Róbert, a Magyar Történelmi Társaság elnöke, történész és egyetemi tanár. Szakterülete az 1848-49-es események. Az évek során számos könyve jelent meg a témában. 2011-ben Budapestért díjjal, 2012-ben a Magyar Érdemrend középkeresztjével, 2017-ben regionális prímadíjjal ismerték el munkáját. 1848-49-nek és a megtorlásnak is óriási részint szakirodalma, részint pedig elsődleges forrásanyaga, tehát korabeli iratanyaga van. Én az utóbbiból szeretek elsősorban dolgozni. Ugye a visszaemlékezésekkel, naplókkal azért mindig probléma van, hogy a szerző az mennyire objektíven vagy szubjektíven látja az eseményeket, egyáltalán milyen fajta rálátása volt. Természetesen a hivatalos fennmaradt forrásokkal kapcsolatban is felvetetők ilyen jellegű problémák. Nagyon érdekes, ugye, hogy a leendő vértanúknak a vallomását általában nem szó szerint vették a jegyzőkönyvbe, tehát amit olvasunk, az voltak éppen egy kivonat, és a tetejébe azt a hadbíró diktálta le. Tehát ezekhez a forrásokhoz nagyon óvatosan kell hozzányúlni, nem kell azt gondolnunk, hogy Damjanics János vagy Aulik Lajos pontosan azt mondta, mint ami a szövegben szerepel. A tetejében hadbíronként változott, hogy ez milyen módon történik. Ugye nagyon fontosak azok a fennmaradt levelezések, például Görgei és a egyes későbbi vértanú tábornokok között, amelyek fennmaradtak. Ez nem nagyon számos, de van közöttük kimondottan érdekes. Láne György tábornokkal például folyamatos volt a levélbeli kapcsolata a forradalmi szabadságharc idején, vagy Leiningen Westerburg Károly, akihez a legjobb személyes baráti kapcsolat fűzte, ugye Leiningen még a börtön naplójában is kimondottan elismerően ír folyamatosan Görgeiről. Tehát itt nagyon fontos, hogy az ilyen jellegű problémákat ne a későbbi előítéletek alapján, vagy a prekoncepcióink alapján próbáljuk meg feltárni, hanem lehetőleg elsődleges forrásanyagokat használjunk, természetesen a megfelelő forráskritika alkalmazásával. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc szakirodalmában, valamint a korabeli dokumentumokban számos érdekes történetet találunk Görgei és az aradi vértanúk viszonyáról. A levelezések, naplóbejegyzések és feljegyzések azt bizonyítják, hogy a hadvezér több tiszttel is jó kapcsolatot ápolt. Éppen Láner esetében nagyon érdekes, hogy Görgei annyira bízott benne, hogy amikor 1849. januárjában kiürítették a fővárost és a magyar kormány áttelepült Debrecenbe, akkor a saját feleségének a menekítését a Lánerre bízta, és a Láner ezt annyira jól látta el, hogy a saját családját viszont hátrahagyta Budapesten. Tehát azért ez egy nagyon, nagyon komoly ilyen jellegű kapcsolat. Vagy ugye nagyon érdekesek azok a levelek, amelyeket Aulik Lajos tábornok írt Görgeinek. Például ugye 1849. július végén folyamatosan tájékoztatta őt arról, hogy Szegeden mi történik a kormány körében, milyen politikai változások álltak be a fővezérségben és egyebekben. Tehát itt látszik, hogy azért a közöttük lévő kapcsolat az nem elsősorban csak hivatalos volt, hanem sok esetben ez valóban baráti. Vagy egy harmadik érdekesség, Nagy Sándor József tábornok és Görgei viszonyáról azért a köztudatban, hogy ők nem voltak egymással jóban, holott 1849. májusában a budai vár ostroma idején kimondottan baráti leveleket váltottak egymással az ostrom előkészülete, illetve folytatása kapcsán. Herman Róbert nem először tartott előadást Szentendrén. Az országos könyvtári napokra rendszeresen kap meghívást a várostól. 2020-ban Görgei Artúr életével és hadvezéri létével, tavaly pedig az aradi 13-akkal foglalkozott. Az itteni kollégák kerestek meg, és én nagyon szeretek ilyen helyeken előadást tartani, mert egyrészt aki ide bejön, az biztos, hogy az éjjön be, mert érdeklődik a dolog iránt. Másrészt pedig ugye a történészi munkánál azért az a jellemző, hogy nem nagyon van konkrét visszajelzés.
Tehát az ember megír egy könyvet, megír egy tanulmányt, ezt most vagy elolvassák, vagy nem olvassák el, de viszonylag ritka az, hogy nem tudom, mondjuk a megjelenés után egy vagy két hónappal jönnek a gratuláló levelek özönnel, vagy jönnek a megsemmisítő bírálatok özönnel. Viszont ugye az ilyen előadások alkalmával az ember tesztelni tudja, hogy amit ő maga magának, vagy a maga kútfejéből kikutatott, ez mennyire fogható a nagy közönség számára, mennyire tűnik hitelesnek, most az más kérdés, hogy mennyire hiteles, és milyen jellegű visszajelzések vannak. És ugye nagyon fontos szerintem, hogy a friss kutatási eredmények ilyen hajszálereken keresztül leszivároljanak a köztudatba, hiszen a történészek, meg egyáltalán semmifajta tudósnak nem az a dolga, hogy a többi kollégának írjon, hanem az a dolga, hogy a nemzeti köztudatot, vagy a nemzeti öntudatot, vagy a nemzeti jólétet ilyen direkt és indirekt eszközökkel megpróbálja szolgálni. A múlt ismerete a jövő esélye című előadásról hosszabb összeállítást láthatnak pénteken a híradó után Művészváros című magazinműsorunkban. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön sok napsütés várható, a Dunántúlon lehet több gomoly felhő, de csak néhol fordulhat elő gyenge zápor. Reggelre nyugaton több helyen, északon helyenként képződhet pára, köd, amely délelőtt feloszlik. Hajnalban 3-10, délután 17 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink. Még egyszer, röviden. Halálra gázolt egy férfit a H5-ös hív Budakalászon, kedd délután, közölte a Pest megyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI-vel. Az asszertív kommunikációról tartott előadást Leosik Marianna pszichológus október 5-én szerdán. A rendőrség fokozott közúti ellenőrzést végez október 10-e és 16-a között Magyarország egész területén. Olvasható a polisz.hu-n. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Testőr című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu per TV Szentendrén. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!